Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjük azzal, hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjük azzal, hogy miért. Tehát, hogy mit is csinálunk, és miért csináljuk, jó? Tehát van egy érdekes világunk. Nem tudom, kinek hogy tetszik ez a jelenlegi világ. Ki az, aki úgy gondolja, hogy jó felé halad ez a világ? Nem? Nem halad jó felé? Éppen megnéztem ezzel kapcsolatban egy statisztikát. Tehát hivatalos statisztika. Hogy nem találjátok el úgy, hogy milyen statisztika, és honnan lehet kideríteni, hogy mikor éltünk a legjobban. Hát akkor, mikor a legjobban szaporodtunk. És magától, tehát nem egy ratkó korszakról beszélek, amikor szinte kényszerítették az embereket, hogy gyerekeket szüljön, avval, hogy hát erre megmondtak a módszerek. Tehát gyakorlatilag a 60-as évek legvége, tehát 70-től 80-ig. Tehát akkor volt a érdekes módon a legkisebb halálozás Magyarországon, és tehát létszámba konkrét, ne arányokat nézzünk, hanem létszámba, fő, per fő. És akkor született a legtöbb gyerek. Most annak körülbelül a fele születik havi, éves szinten. Tehát éves szinten. Tehát 81-től elindult a csökkenés a születési számba, és mondom, most körülbelül fele a születési arány, az elhalálozás pedig körülbelül 40%-kal magasabb. Képzeljétek el. Tehát ami azt jelenti, hogy hogyha valaki ismeri az ember működését, akkor ugye két dolog van, ha jó hangulatú az ember, akkor tovább él, tehát egy jó hangulatú ember tovább él sokkal, mint egy rossz hangulatú ember, tehát a rossz hangulatú ember az sokkal hamarabb meghal. És ugye a jó hangulat, tehát a rossz hangulatú ember az nem akar gyereket, a jó hangulatú ember az akar gyereket. Tehát ez nem tudom, egyértelmű. Tehát, hogyha valaki nem akar gyereket, akkor arra ne számíts, hogy ő jó hangulatú. Mert az ember nem csak abban él túl, hogy ő maga túlél, hanem hogy van utódja. Oké? Tehát egy ember nem akar utódot, tehát nem lehet, hanem nem akar. Oké? Tehát ha nem akar utódot, akkor ez egy nem jó állapotú ember. Világos ez? Na most arról nem is beszélve, hogy ugye nem tudom ki miben hisz, de én nem hiszem ezt, amiről most fogok beszélni, nem tudom. Azt, hogy mielőtt egy ember megszületik, illetve megfogan, nem is megszületik, megfogan, a lélek kiválasztja azt a családot, amiben beszületik, és ugye úgy nem tud megfogadni egy gyerek, hogy oda ne szülessen be egy lélek, mert akkor gyakorlatilag egy ilyen állati, ilyen fejlett állati működése lenne annak az embernek, és nem tudna gondolkodni. Tehát, hogyha lélek nélkül születik egy emberi test, akkor az egyén az gondolkodásképtelen lenne. Jó, tehát úgy működne, mint egy állat, ami azt jelenti, hogy de a legfejlettebb állat lenne a bolygón, mert ugye a legnagyobb agya van az embernek, hiába vannak jóval nagyobb állatok, az agyuk mégis jóval kisebb, mint az embernek. Tehát ugye
kiválasztja a lélek a családot, hogy hova szülessen, és ahol nem lehet gyerek, akarnak, csak nem lehet, oda nem akar beszületni. Oké, a gyerek. Tehát nem akar, egy lélek nem akar oda lejönni. Tehát gondoljátok végig, hogy micsoda fantasztikus technikával és tudással rendelkeznek a fentiek, hogy abban a pillanatban, amikor megfogant a gyerek az édesanyában, abban a pillanatban jön le a lélek. Gondold végig. Hát abban a pillanatban. Most ez hogy lehet evolúciós alapon, hogy gondold végig, hogy jó? Tehát hogy lehet szervezés, rendezés nélkül? Hogy lehet? Jó? De ha esetleg a, úgy, mint a vallásokban tanítják, hogy ugye a lélek az első levegővétellel jön le a földre, tehát mikor a, megszületik ugye a baba, és akkor a, egyes vallások azt tanítják, hogy mikor az első levegőt veszi, akkor ugye jön a lélek, van amelyik azt mondja, van olyan vallás, amelyik azt mondja, hogy akkor előtte teremtette a jóisten. Jó, tehát van, akik nem is hisznek a lélekben, akik nagyon ilyen ateisták, tehát ilyen nagyon csak az anyagban tudnak hinni. Hát ez az ő bajuk az ateistáknak, hogy ők csak az anyagban hisznek, és nem hisznek ilyen dolgokban. Jó, én nem hiszek ezeket a dolgokat, hanem tudom ezeket a dolgokat, hogy hogy vannak. Jó? Ez egy óriási különbség. Jó, tehát lényeg az, hogy lehet olyan, hogy valakinek nem lehet gyereke, és azért nem lehet gyereke, mert oda nem akar leszületni egy lélek abba a családba, vagy ahhoz az anyához. Inkább úgy mondom, hogy ahhoz az anyához. Érted? Hát nem akar. Ha a, az ember maga, az anya nem akarja a gyereket, tehát mondjuk a család, vagy ha van férje, természetesen akkor családról beszélünk, nem akarja a gyereket, és ezáltal mondjuk tesznek azért, hogy ne legyen gyerek, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő nem él túl. Tehát én nekem gyerekkoromban eszembe nem jutott olyan, hogy nekem ne legyen gyereke. De ugyanúgy volt a nejem is. Nem csak gyerekkoromban, hanem ahogy nőttem, és serdülő lettem, majd felnőtt, eszembe nem jutott, hogy ne legyen gyerekem. Érted? Tehát a gyerek az a, az utódlás, tehát ami azt jelenti, hogy túlélsz a gyerekedben. Tehát túlélsz a gyerekedben. Érted? Tehát úgy értve, hogy lesz, aki emlékezzen rá. Érted? És hát gondold végig, milyen rossz állapotú lehet az, aki nem akar gyereket. És ezért ez a kettő dolog, hogy mennyi gyerek születik, tehát hogy egy nemzet mondjuk szaporodik-e, az nagyon nagy mértékben függ az emberek hangulatától. És ez bebizonyított tény. Tehát, hogyha ezt valaki nem hiszi, hogy amikor jobban ment a nemzetünknek, akkor szaporodott. Szaporodtak a, az emberek. Amikor rosszabbul megy, akkor fogynak. Érted? Tehát, ami azt jelenti, hogyha rosszabb hangulatúak az emberek, abból kifolyólag, hogy rosszabbul mennek a dolgok, akkor elkezdenek fogyni, ami azt jelenti, hogy nő a halálozás, és csökken a születés. És ma néztem utána ennek a statisztikának, hogy 1900 óta, ilyennek utána lehet nézni, hogy mennyien születtek. Képzeld el?
Tehát pontos létszámok vannak ebben kapcsolatban. És mennyien haltak meg itt Magyarországon. És a legjobb arány az 70-től 80-ig volt. Ugye beszéltünk arról, hogy mikor éltünk a legjobban itt Magyarországon, mikor volt a legjobb hangulat, beszéltünk arról, hogy ilyesmi környékén. Nem mondtam a 70-es évek elejét, hanem azt mondtam, hogy olyan 75-től 85-ig, de ez nem igaz, mert a statisztikák azt mutatják, hogy 70-től 80-ig éltünk a legjobban. Érted? És utána, 80-tól, utána tudsz nézni. Ez hivatalos statisztika. 80-tól drasztikusan elkezdett csökkenni a születés, és hát lényegesen, nem azt mondom, hogy drasztikusan, de lényegesen elkezdett nőni a halálozás. Oké? Tehát még egyszer mondom, ha nő a halálozás, akkor azért nem, mert rossz hangulat van az ember. Ha csökken a születés, azért csökken, mert rossz hangulatúak az emberek. Oké? És gondoljátok végig, hogy évente olyan 40-50 ezer fővel fogy a lakosság. Tehát ebbe, nyilván ebbe a statisztikába nincs benne a bevándorlás. Mert az nem születés, és az nem a lakosságunknak a fogyását jelzi, érted? De egyébként most már ugye kb. 300 ezerrel vagyunk a 10 millió alatt. Nyilván ide számítanak azok is, akik ideiglenesen vannak odakint, valahol külföldön. Tehát benne vannak ebben a létszámban. Tehát ha esetleg a külföldön jelenleg kint dolgozókat vagy kint élőket nézzük, akkor lehet, hogy vagyunk vagy 9 millió. Érted? Tehát, és tudjátok, mikor volt még egy szép növekedés? És viszonylag alacsony halálozás, pedig akkor még magas volt a halálozás. A két világháború között. Oké? Illetve volt még a, ugye mivel 1900-tól van a statisztika, az első világháborúig. Érted? Tehát ez ugye bizonyítja, hogy nem jó hangulatúak az emberek. És ugye lehet látni, hogy romlanak az arányok. Tehát nőtt a halálozás a Covid óta, tehát 2020 óta. Hát nőtt. Lehet betudni a Covidnak, de inkább a rossz hangulatnak kell betudni, mint a Covidnak. Jó? És azóta még csökkent a születések száma. Jó? Tehát nő ez az olló. Nyílik az olló, érted? Tehát ugye egyre nagyobb különbség van e közt. Szóval egyszerűen beütöd a netre, és akkor meg tudod nézni, hogy születések, ugye, vagy elhalálozások is ott van. Jó, úgyhogy hova jutunk? Hova jutunk? Érted? Tehát néztem egy másik statisztikát. Jó, én szerettem a statisztikákat. Néztem egy másik statisztikát. 6 hét alatt 15%-kal romlott a forint. Mihez képest? 6 hét alatt. Számolgass akkor, jó? Mihez képest? Ugye van egy standard, ez a standard a világban bárhol fizető eszközként felhasználható. Fizető eszköz, és ez nem a dollár, hanem az arany. Az aranyat mindenütt beváltják, jó? A világon. Mindenütt. Nyilván a legjobb mérce az nem a ékszer arany, hanem a befektetési arany.
és abból is a színarany. Tehát a színarany az 99,999 ezred. Oké? Tehát majdnem tökéletes tisztaság. Ugye más ékszer aranyban azt mondanánk, hogy 24 karátos arany. Jó? Tehát a 24 karátos arany az a tiszta, csak nem tiszta arany. És az arany standardhez, az aranyárhoz képest 6 hét alatt 15%-os romlása volt a forintnak. Oké? A tavalyi évben 43%-ot romlott az aranyhoz képest a forint. A tavaly előtt valami 32 vagy 33 volt, valami ilyenre emlékszem. Az aranyhoz képest. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó? Tehát az arany standard, nem véletlenül mondják, hogy arany standard, az a standard. Jó? Tehát az a, az, az etalon. Ahhoz kell nézni mindent. Jó? És hát most gondold végig, hogy hova jutunk. Tehát elkezd, azt mondják, én nem figyeltem, mert mostában nem vásárolok olyan sűrű, mint régen, míg édesanyám élt. Tehát ezáltal ugye az árakat nem követem annyira, de elkezdtek felfele kúszni az árak, azt mondták. Tehát mit gondolsz, mennyit fog érni a fizetésed? Mondjuk 2 év múlva. Tehát gondolod azt, hogy a fizetésedet olyan mértékben, például tavaly emelték neked 43%-kal a fizetésedet? Tavaly előtt emelték 31-2%-kal? Nem hiszem. Pedig az kellett volna. Tehát mennyit fog érni 2 év múlva a fizetésed? Vásárlóértéket kell nézni. Tehát mit tudom én, van ilyen, hogy tudom, azt mondta a miniszterelnök, hogy szeretné elérni pár éven belül, hogy 400 ezer legyen a minimálbér, és 1 millió az átlag kereset. Simán el lehet érni. Le kell rontani a forint értékét, és hogy így el lehet érni. Hát semmi gond nincs ezzel. Hát leromlik a forint, úgy, ahogy most elindult, hát most a dollárhoz képest is, az euróhoz képest is, ugye az elmúlt 6 hétben jelentős romlás volt. Jó, tehát a dollárhoz képest 6 hét alatt 20 forintot romlott, az euróhoz képest pedig 10 forintot romlott a forint. Tehát 10 forinttal többe kerül, ugye az euró, a dollár meg 20 forintot többe kerül, mint 6 héttel ezelőtt. Tehát érdekes világban élünk, csak az emberek, mintha ilyen, nem tudom, szemellenzővel járnának, vagy nap, olyan napszemüvege, amivel nem látnak át, tudod, mint a engesztő pajzs az üvege. Mintha nem látnák át ezt a világot. És nem tesznek semmit azért, hogy a jövőben jobb legyen nekik. Tehát az emberek arra számítanak, hogy majd az EU segít nekünk, vagy a kormány. Hát az EU nem tud, EU-nak nincs pénze. A kormánynak sincs pénze. Jó? Tehát nem tudom, mire számítotok. Mire? Mire? Elkezdtek kimenni a nyugati vállalatok a Indiába, amit írtam már 2004-ben, hogy így lesz a jövőben, hogy szépen a vállalkozások már nem csak Kínába fognak kimenni, hanem azt írtam, hogy feltörekvő országokba, elsősorban Indiába. Már nem Kína a legnépesebb állam a világon, hanem India. És ugye az feltörekvő állam, tehát sokkal lejjebb van, mint Kína,
És hát elkezdtek. Ugye nyilván honnan mennek először el a cégek, tehát még akár a multi, nem, nálunk multi hazai cégek nincsenek, de vannak Németországban és szerte Európában multi cégek. Tehát az azt jelenti, hogy németországi haza, tehát német haza, hazai multi cég, vagy tudtam én, spanyol, vagy mondjuk az kevésbé, francia, vagy akármi. Tehát olyan multicég, amely szépen ott hagyja a hazáját, érted? És kimegy nyugatra. Nem nyugatra, keletre, bocsánat. Kimegy keletre. Majd, ugye először azért mennek onnan, mert ott a legdrágább, ott kell a legtöbb fizetést fizetni. Utána majd mennek innen is, ha már nem kezdtek el. Tehát lényeg az, hogy miből fogtok élni. És akkor mondhattam nekem, hogy és te miből fogsz élni. és elég régóta, sok éve mondom, hogy tessék tartalékolni. Sok éve. De mit csinálnak az emberek? Nem. Felélnek mindent. Érted? Tehát mi lesz veled? Mert azért nem beszélek többen számba, hogy velünk, érted? Mert én megoldottam már az életemet, de veled mi lesz? Érted? Tehát mit fognak itt csinálni Európában az emberek? Mit? Mindent állítanak lefele, érted? Amit nem állítanak le, az meg bazi drága termelés. Mert bazi drága a nyersanyag, érted? És onnantól kezdve a termelés nem éri meg. Tehát most gondold végig, nem csak arról szól a történet, hogy mennyi fizetést fizetnek ki egy dolgozónak, hiszen lehet automatizálni, és alig kell dolgozni. Hanem, hogy a nyersanyag és az energia mennyibe kerül. Hát Kínába, Indiába, Vietnámba, stb. Sokkal alacsonyabb áron, tehát sokkal alacsonyabb áron van a nyersanyag meg az energia. Érted? És hát gondold végig, mondjuk egy autó előállításához mennyi nyersanyag kell? Mennyi energia kell? Hát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyiért veszik meg az energiát meg a nyersanyagot. Érted? És gyakorlatilag teszik tönkre Európát. Nem csak Európát, de elsősorban Európát. Mi lesz? Mi lesz az emberekkel? Nem látjátok ezt? Tehát mit fognak csinálni itt az emberek? Mit? Miben lennénk jók? Miben vagyunk jobbak, mint mások, más népek? Van ilyen dolog, amiben jobbak vagyunk, mint más népek. Csak ezt nem használjuk ki. Tehát miben jobb a magyar? Sokkal, mint bármilyen más nép a világon. Hát például minden magyarnak van gyógyító képessége. Nem mindennek, de több mint 90%-ának. Érted? Tehát több mint 90% nem tudnak róla, nem tanulnak ilyeneket. A gyógyító képesség miben rejlik? Tudod miben? Hogy kap az ember olyan energiát, amit mások nem kapnak. Érted? Kap. Honnan kapunk? Adják, érted? Ki? Fentiek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a magyaroknak, a fentiekkel egy kommunikatívabb kapcsolatuk van, mint az összes többi népnek a Földön. De ezt nem tudják.
Hát mit gondolsz, mi akarnak minket kiirtani 100 éve? Vagy már 1000 éve? Nem is 100 éve, 1000 éve. Hát mert ők tudják, nem a nép tudja, hanem a vezetők tudják, érted? Hát most bebizonyosodott itt az első EU-s ülésen ott a Strasbourgba, hogy hogy utálnak minket egyesek. A vezetők utálnak, nem a népek, a vezetők. Érted? A vezetők tudják, hogy mit sokkal többre lennénk képesek, mint ők. Érted? Tehát a világ vezető országa tudnánk lenni, egy minta tudnánk lenni. Érted? Ha használnánk mi emberek a saját képességünket. De a képesség olyan, hogy kapod. Érted? Ha megérdemled, akkor. Ha nem érdemled, akkor elvonják. Érted? Nem nyitják meg. És mi az alapja annak, hogy kapjon az ember képességet? Az etikus élet. Ez az alapja. Hoppá! És tudod, mi a legnagyobb bűn ma a világban? Nem a bűnözés, mert tudod micsoda? A mulasztás, amit nem tesznek meg az emberek. Oké? Nem kell ezeket elhinni, amiket én mondok. Nem. Meg fogod tapasztalni a saját bőrödön. Oké? Semmi gond nincs ezzel. Az, hogy ki hisz nekem, vagy ki nem, bocs, de nem érdekel. Oké? Mindenkinek van egy saját élete, azt hisz mindenki, amit akar. Belőlem bárki azt higgyet, amit akar. Mondom, van egy különbség köztem és közted. Én nem hiszek, hanem tudok. És ez egy lényeges különbség. Érted? Te mit tudom én, meg tudom mondani akár. Hanyadik életed van itt? Érted? És az előző életed is itt volt? Nekem nem. Ez is egy különbség. Maradjunk egyben. Oké? Okay? Én az előző életem nem ezen a bolygón volt. És nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, akinek ez az első élete. Oké? Hanem reinkarnációs folyamatban vannak az emberek. Tehát én azért vagyok itt, hogy ebből a szarból kikerüljünk, érted? Ami van itt a Földön. És ugye ez úgy működik, hogy minél kevesebb életet élt meg az ember, annál jobban érzi azt, hogy neki innen el kell mennie az élete vége után. Érted? És minél több életet leélt ezen a bolygón egymás után, mint reinkarnációs folyamat, mint mókuskerék, úgy is lehetne mondani, annál jobban elveszíti azt az érzést, hogy ő nem innen való. Nem a Földről való. Érted? És akkor mit keresünk itt? Föld. Hát meg kell tapasztalni a rosszat. Nem a jót. Na erre van gombot. A rosszat. Mert odaföl nincs jó. Már nincs rossz, bocsánat. Tehát ezért lejöttünk megtapasztalni a rosszat. Mert ott fönn csak jó van. És azt sem tudtuk, mi az, hogy rossz. Érted? De nem rengeteg életre jöttünk le, hanem csak egyre. Érted? És akkor ahhoz képest csak nem mindenki, érted, nem mit tudom, a negyedik életét éli. Jó, tehát érdekes dolgok ezek. Mondom, nem kell ezeket elhinni. Felőlem úgy éled az életedet, ahogy akarod. Jó? De gondold végig, neked melyik a jobb. Hogy van egy lélek benned, ami lenne egyáltalán. Hogy az, hogy nincs lelked, vagy az, hogy van lelked. Jó, de az lehet, hogy tudni kellene a lélekről egy-két dolgot. Elmondom, jó? A lélekről. A lélek nem tud elpusztulni. Halhatatlan.
A lélek egy olyan energia lény, amely a teremtőből származik. Szó szerint értsd, a teremtőből származik. Ő választotta ki magából minden egyes lelket a világegyetemben. Ha azt gondolod, hogy csak a Földön vannak lelkek, hát nagy tévedésben élsz. A földi létszám az egy eltörpül a világegyetemben lévő lélekszám mellett. Jó? Mindegy, ebbe se kell hinni. Tehát másfél millió éve nincs lélekteremtés. Hát nincs. Azóta nem teremt lelkeket a teremtő. Másfél millió éve indították el ezt a tanulási programot itt a Földön. Érdekes párhuzam. Jó, nézzük tovább. A Földön lévő lélekek nagy része több mint egy milliárd éves. Érted? Több mint egy milliárd éves. Minden emberben, aki képes gondolkodni, abban van lélek. Ami azt jelenti, hogy mindenkiben van lélek. Mert minden ember képes gondolkodni, illetve néha-néha előfordul, hogy megszületik úgy egy test, hogy nincs benne lélek. De valószínűleg nem is él sokáig. Jó, tehát van ilyen. Na most a lelkek szabad akaratokból jöttek ide. Jó? Nyilván nem mindenki, de a, mondjuk azt, hogy 99%-a. Jó? Szabad akaratból jött le. És akkor nézzük még azt is. Hogy? Tehát azért jöttünk le, hogy megérjük a rosszat, de miért kell rosszat megélni? Hát, hogy határozott különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Érted? És úgy menjünk vissza, hogy határozott különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Egyszerű. Na most, a lélek olyan mértékben halhatatlan, hogy így a napon át tudná menni. Érted? Semmi bajod nem lenne, mint lélek. A test az nem halhatatlan, tudjuk jó. A test az mulandó. A lélek az örök. Na, akkor nézzük meg. Még nézzünk egy-két dolgot. A test tudásbefogadó képessége korlátozott. A lélek tudásbefogadó képessége korlátlan. Oké? Okay? Korlátlan. Képzeld el. Mielőtt leszületett minden lélek, törölték a tudást. Nem mindenkinél, mert vannak kivételek, de azok szerintem rosszul jártak, akik nem töröltették a tudásukat. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy ha lélekből kitörlik a tudást, akkor egy marad a tiszta igaz szeretet. Semmi más. És feltétel nélküli tiszta igaz szeretet. Na most, tehát van egy öröklétű lelked, hiszed, ha nem. Most akkor kérdés az, hogy egyáltalán érdemes-e hinned a lélekben? Felőlem hihetett az, hogy neked nincs lelked. Nekem aztán mindegy. Ezért szokták azt mondani, hogy valaki lelketlen. Tudod? És a lelketlen ember az nem jó ember. Tehát soha nem a jó emberre mondták, hogy lelketlen. De még olyat nem hallottál, hogy egy jó emberre azt mondták volna, hogy lelketlen. A rossz emberre mondják, hogy lelketlen. Tehát szó szerint olyan, mint akinek nincs lelke. Olyan, mint egy állat. Érted? Hogy amire beidomítják, azt csinálja. Ha egy kutyát arra idomítanak, hogy barátságos legyen, akkor barátságos lesz. Ha arra idomítják, hogy vad legyen, akkor vad lesz. Érted? Nem magától lesz ilyen, hanem arra idomítják. Mert ha a vadon élő kutyákat megnézed, az mind vad. Mert az nincs oda idomítva. És így működik az ember is, így működne az ember is. Hogyha nem lenne benne lélek, akkor tisztán az idomítás alapján működne. Így is lehet az embert idomítani, hát idomítják, néz körül. Hát a Covid-nál hány embert beidomítottak arra, hogy szúrassa meg magát, hagyjon
adassa be a vakcinát, valamelyik vakcinát, érted? Hány embert beidomítottak? Mert hogy azt mondta, hogy nem idomították be őket. Dehogy nem. Ugye az állatokat mivel lehet idomítani? Jutalmazással vagy veréssel? Tehát erőszakkal, érted? Tehát erőszakkal. Tehát jutalmazással vagy erőszakkal. Egy kutyánál az is erőszak, hogyha valaki úgy tanítja meg ülni, hogy az ősz parancs vezényszóra lenyomja a hátsóját. Oké? De megtanulja simán a kutya úgy is, hogyha jutalomfalatkákat adsz neki. És megtanul, mert előtte megtanultad, hogy hogyan kell elhúzni az óra előtt, hogy automatikusan leüljön a jutalomfalatot. És akkor automatikusan leül. Nagyon érdekes. Szóval a lényeg az, hogy ugyanígy van az ember. Az embert is lehet idomítani, ugye, büntetéssel, most idézőjelben, ugye az erőszakot büntetéssel, lehet idomítani jutalommal. Gyereket is ugyanígy lehet. A gyereket már elég korán be lehet idomítani. Jutalmazásokkal, vagy büntetésekkel. Ha valaki nevelt gyereket, vagy már lát, hogy gyereket nevelni, vagy őt nevelték, és visszaemlékszik, akkor ezt pontosan tudja. Jó, szóval mondom, az embert is lehet annak ellenére, hogy van lelke. De ez úgy működik, hogy a lelkünkkel akkor tudunk kommunikációba lenni, akkor tudunk gondolkodni, ha jó hangulatban vagyunk. Egy rossz hangulatú ember nincs kommunikációba lelkével. És ez baj, ha rossz hangulatú az ember, mert a lelki az magas rezgésű, a teste meg alacsony, és így nincs meg a kommunikáció képessége. És ezért fontos, hogy az ember jó hangulatú legyen, hogy a saját lelkével tudjon kommunikálni. Tehát a magyaroknak van egy nagy szerencséjük, az, hogy az ősi nyelvhez a mi nyelvünk van a legközelebb, az összes nyelv közül. És képzeld el, az ősi nyelven kommunikálnak a fentiek. Oké? És ezért ugye a magyaroknak lenne a legkényelmesebb és legkönnyebb a kommunikáció a fentiekkel. Mert a nyelvünk az még sok mindenben azonos a fentiekkel, vagy nagyon hasonló. Érted? Tehát a mi nyelvünk torzult a legkevesebbet. A legnagyobb torzítás, azt tudod, melyik időszak volt? A Kazinczy féle nyelvújítás. Az volt a legnagyobb torzítás, amit ugye a Habsburgok kényszerítettek ránk. A kedves sógorok. Jó, tehát lényeg az, hogy nem kell hinni a lélekben, te azt hiszel, amit akarsz, de gondold végig neked, melyik a jobb. Az, hogy van lelked, vagy nincs lelked. No? Döntsd el annak alapján, hogy mit hiszel. És miért van itt a lélek? Nincs célja, vagy az a célja, hogy fejlődjön, és tudást szerezzen. Neked melyik a jobb? Nekem tök mindegy, hogy mit hiszel. Neked kell hinni. Neked. Higgy abban, ami jobb. Én így kezdtem el a saját fejlődésem, mert nekem ezt nem tanította senki. Elkezdtem hinni abban, ami nekem jobb. Érted? És rájöttem, hogy ez egy jó módszer. És ugye jártam képzésekre egész 91-től, és mindig az volt, hogy nekem mi a jobb. Érted? És az embereknek ez nem jut eszébe. Hogy azt higgye, ami neki jobb. És az emberek azt hiszik, amire tanították őket. Érted? Elmebetegség. És tanítják a rosszra, hát és abba hisz. Erre ezt tudom mutatni. Érted? Tehát az embernek abba kell hinni, ami neki jobb, nem? Hát most gondold végig, melyik a jobb neked, hogy itt van egy életed, egy halálod, se előtte, se utána, vagy
Amikor visszakerülsz a fenti létformába, végérvényesen, akkor visszakapod az összes tudást, amit reszertettél, onnan, hogy kiválasztottál a teremtődből, illetve a teremtőből. Érted? Melyik a jobb neked? Azt hiszel, amit akarsz. Nekem mindegy, mit hiszel. Gondold végig. Melyik a jobb? Még egyszer kérdezem. Az, hogy csak itt vagyunk céltalanul, vagy az a célunk, hogy ebben az életben jelentősen fejlődjünk. De milyen szinten? Mindjárt mutatom, jó? Hogy tiszta, világos legyen. Ott van. Van 7 fejlődési szint. Az egyes azért van itt a végén, mert az a legalacsonyabb fejlődési szint. Fejlettségi szint, inkább úgy mondanám. És a 7-es a legmagasabb fejlettségi szint ezen a bolygón. Oké? Okay. És ugye azért jöttünk le, hogy a 7-es fejlettségi szintre följussunk. Érted? Tehát, hogy végig menjünk a fejlődésen. És ha megnézed, tökéletesen így működik. Egy kisgyereknek, mikor megszületik, milyen fejlettségi szinten van? Nézd meg. Hát örül, ha túlél, nem? Hát gondold végig. Minden gyerek, kisgyerek, pici gyerek túlélési szintjén van. Tehát, hogy túléljen. Amelyik még ezen a szinten sincs, az meghal. Érted? Csak az a baj, hogy vannak, akik úgy maradnak. Felnőttként is a túlélés szintjén vannak. Érted? Sőt, a Covid bebizonyította, hogy a magyar társadalom kb. 70%-a a túlélés szintjén van. Érted? Én nekem ez döbbenetes volt. Én azt hittem, hogy a magyar társadalom többsége az a biztonság szintjén van. Nem. Kiderült, hogy nem. Mert a 70% ugye tudjátok, hogy beoltatta magát legalább egyszer. Hát azért, mert túl akart élni. Azért. Hát az is, hogy köteleztek. Az is a túlélés, érted, hogy köteleztek. Miért nem hagytad ott a francba, érted, azt a céget, amelyik kötelezett. Mert a túlélésedet veszélyeztette volna. Hát ott van túlélés szintje. Érted? Tehát nézzük tovább. Első lelki szinttel, ugye, megszületünk, és van, akik ott maradnak. Röhely. És megnézzük, a társadalom egy nagyon széles sávja, biztonság szintje van. Nagyon fontos, hogy biztonságban legyen. És akkor kell a külső biztonság. Csak az a baj, hogy a biztonság az belülről fakad, nem kívülről. Nézd meg, azok, akik külsőleg védik magukat mindenféle védelemmel, testőrséggel, stb. Érted? Milyen védelemmel, kamerákkal, stb. Stb. És helyezik magukat biztonságba. Érted? Egyfolytában félnek, persze. Miért? Hát mert arra törekednek, hogy biztonságban legyenek. Érted? Minden törekvésük arról szól, hogy ők biztonságban legyenek. És ha törekvésként nézzük el, akkor az ember soha nem lesz tökéletes biztonságban, mert olyan, hogy tökéletes, olyan nincs. Ez nem létező fogalom. Tehát nincs tökéletes. Nem csak a Földön, a világegyetemben nincs tökéletes. Érted? Számos esetben a teremtő is hibázott. Érted? Ennyi. Pedig azt tanítják, hogy ó, hát ő sose, dehogy nem. Én meg tudom. Jó? Vagy te azt gondolod magadról, hogy te sose hibáztál. Hát, mert nem, mert az egód nem engedi, hogy beismerd. Ilyen egyszerű. Jó, akkor nézzük tovább. Hát, egy magasabb fejlettségi szint
valahova tartozás. Tehát amikor az ember már nem csak saját maga, magával foglalkozik, vagy a családjával, érted? Mert ugye azért alapítanak sokan családot, mert az a legkisebb biztonsági egység, érted? Tehát ott sokkal biztonságosabbnak érzi az életet, mint hogyha egyedül él. De ez így is van egyébként. Tehát semmi gond nincs ezzel. De ebből az okból létesítik a családot. Tehát ugye nem feltétlenül ebből az okból kellene létesíteni a családot. De nem is ez a lényeg, mert nem erről szeretnék beszélni. Hanem arról, hogy egy magasabb lelki szint a valahova tartozás. Tehát mikor az ember már egy közösségnek a része. Érted? Mint például itt mi PPH-sok. És a közösségben valami hasznos dolgot csinálnak az emberek. Mert az a közösség minek, aminek nincs haszna. Érted? Ami nem csinál hasznos dolgot. Tehát ugye ez a lényege a közösségnek, hogy valami hasznos dolgot csináljon. És ugye ez a valahova tartozás szintje. És ha valaki már valahova, tehát nem tudsz két-három szintet ugrani. Csak szintről szintre tudsz haladni. Van az elismerés lelki szintje. Amikor nyitott vagy arra, hogy elismerést kapj. De ez egy érdekes dolog, mert ahhoz, hogy az ember elismerést kapjon, többet kell letenni az asztalra, mint az átlagnak. Érted? Ez az alap. Ha valaki elismerésre vágyik, és csak átlagos teljesít, akkor nem fog kapni elismerést. Tehát az átlaghoz képest neki nagyobb teljesítményt kell nyújtania. A közösség felé. Mert a közösség adja az elismerést. Oké? És ez még önmagában kevés, mert el kell oda jutni ezen a szinten, hogy ő adjon másoknak is elismerést. A közösségben megint csak. Oké? Tehát ha valaki nincs közösségben, de otthon elismeri a gyerekét, vagy a feleségét, vagy a férjét, kinek mi van, az még nem az elismerés szintje, felejtsd el. Mert ott kezdődik az elismerés szintje, hogy ő benne van egy közösségben. És a közösségben működik az elismerés. Érted? A közösségben. A család az túlélés, majd biztonság. Ennyi. Sajnos. Hol tanították ezeket az embereknek? De hogy tanították? Vagy ötödik lelki szint, ha ez már megvan az elismerés, tehát megvan, hogy van egy közösség, de ott lehetőség van az elismerésre, adni, kapni. Akkor jön a következő, hogy az ember a tudását átadja másoknak. Ez az önmegvalósítás. Érted? Tehát tudását, tapasztalatát átadja a közösségen belül. Nem a közösségen kívül, közösségen belül. Miért? Mert tök felesleges ilyen embereknek tudást adni. Úgysem mennek vele semmire. Érted? Tehát nem véletlen van elválasztva ebbe a két szaggatott vonallal a csoportok. Mert ez egy nagyon, mind a kettő, a túlélés is, a biztonság is, egy nagyon alacsony lelki szint. Az azt jelenti, hogy az anyagba be van zárva az illető. Az anyag körül forog minden gondolata. Érted? És ahogy az ember átlépi ezt a kettes szintet, és bekerül a hármasba, onnantól kezdve már nem csak az anyaggal foglalkozik. Hiszen amikor az ember egy hasznos csoport tagja, akkor ott gondolatcserék folynak. És a gondolatcsere az már nem az anyaghoz kapcsolódik. Érted? Mikor az emberek gondolatokat cserélnek, abban hol az anyag?
A gondolatoknak köze az anyaghoz. Gondoljátok végig. Tehát amikor te gondolkozol, vagy tanulsz, semmi köze nincs az anyaghoz. Az túlléptél az anyagon, érted? Nem nagyon, de túlléptél. Mert ugye sok ember a gondolkodását arra használja, hogy több anyagia legyen. Tehát az imént említett túlélés, amit ugye magammal kapcsolatban, meg magunkkal kapcsolatban mondtam, az azt jelenti, hogy addig, míg az anyagba gondolkodtam, addig nem volt tartalékuk. Mondom, nem volt. Ez a tartalék az elmúlt 14 év eredménye, érted? De abból sem a teljes 14 év, ne érts félre. Mondjuk az elmúlt 7 év, 8 év teljesítménye, érted? 7-8 év teljesítménye. Tehát miért? Mert a minden kezdet nehéz. És gyakorlatilag amit elkezdtünk 2010-ben, 14 évvel ezelőtt, ha nem volt minta. Mennyivel egyszerűbb volt nekem olyan dolgokat elkezdeni, amiben volt valami minta. De ebben nem volt minta. Még most is, ha erre mintát keresnél, keresgethetné a bolygón, itt találnád nálunk, máshol nem. Tehát olyat csinálunk, ami bolygó szinten teljesen egyedülálló. Érted? Mert mi az egyedülálló? Maga az a tudás, amit adunk az embereknek. Most gondold végig, itt van 10 életterület. 10 életterület. Nem találsz még egy olyan szervezetet a bolygón, sem egyént, amely mind a 10 életterületre mondhatjuk azt, hogy teljes tudást tud nyújtani. Mondom, teljes tudást tud nyújtani. Érted? Nem résztudást, teljest. Erre a 10 területre. Érted? Kereshetsz éveket, akkor sem fogsz találni. Érted? Magamról egy-két gondolat, visszatérve ide az elejére, csak azért, hogy tiszta és világos legyen, hogy 4 különböző területen értünk el a vezetésemmel piacvezetői pozíciót. Abból 3 pénzügyi terület volt. És amiben, amit most csinálunk, piacvezetők vagyunk. Tehát így 4 terület. És ugye miért sikerült ezt elérni? Mert abból 3-at olyat csináltam, amit nem tudtak lemásolni. Érted? Senki. Pedig a pénzügyi területet könnyebb lett volna lemásolni, próbálkoztak is vele, de nem tudták. Na, ezt másolják le, amit most csinálunk. Oké? Okay. Tartottam most 3 nap vezetőképzést, vezetőket tanítottam 3 napig. Úgyhogy van egy kb. 40 oldalas jegyzetem. Jó, a vezetőképzőn, te voltál ilyen vezetőképzőn, te láthattad. Valamikor eljutottunk a 128. pontig, és most is a 128. pontnál fogjuk folytatni, majd a következő vezetőképző. Érted? Tehát gondoljátok végig, annyi tudást adtam át a 3 napos vezetőképzőn, hogy a
Jegyzetemben nem haladtunk. Tessék? Az mind jött, így van. Érted? Na, ezt csinálja valaki utána. Oké? Ezt csak azért mondom, hogy nem azért, hogy most nagy képűség. De egyedülálló képességekkel rendelkezem. Érted? De nem csak egyedülálló képességgel, hanem egyedülálló tapasztalattal is. Keres olyan embert, aki 4 területen csinált piacvezetői pozíciót. Nem fogsz találni. Bolygószinten nem fogsz találni. Tehát ez nem nagy képűség, érted? Mert ezek tények. Tehát most gondold végig, hogy van egy küldetésünk, jó? Én azért vagyok itt, hogy minél több ember elérje azt, amiért itt van a bolygón. Tehát azt, hogy bekerüljön az a felső létformába. Előtte lenni kell, aki be akar kerülni egy szeretett kornak. Érted? Ha nincs szeretett kor, akkor nem kerülnek be az emberek. Mert egy olyan korszakot élünk, ahol tele van a világ elnyomóval. Minden 5. ember elnyomó. És ha az ember azt akarja, hogy bekerüljön a fenti létformába, akkor egy elnyomómentes társadalomnak kell lenni. Azt meg úgy hívják, hogy aranykor, szeretetkor. Tehát el lehet jutni a 6. lelki szintig, a szeretetkorba be lehet jutni a 6. lelki szinttel is, meg még akár alacsonyabbal is, nyilván nem a túlélés és a biztonság szintjével. De a fenti létformába visszakerülésnek feltétele a beteljesülés lelki szintje. Tehát ami azt jelenti, hogy beteljesíted azt, amiért ide leszülettél. Beteljesíted a küldetésedet. És hogy van-e küldetésed? Mindenkinek van. És ráadásul, akik itt tanulnak régebben, mondjuk néhány órán belül megmondják neked, hogy mi a küldetésed. Érted? Mit keresel itt a Földön? Lehet, hogy te azt hiszed, hogy hát azért vagy itt, hogy egyél, igyál, azért, hogy szeretkezz, azért, hogy mit tudom én, gyerekeket csinálj, aztán mit tudom én, hogy ellegyél. Nem, nem ezért vagy itt. Ezek csak eszközök, érted? Nem ez a cél. A cél ennél sokkal magasztosabb. Érted? És mindenkinek sokkal magasztosabb. Én még nem láttam olyan küldetést, hogy hát nekem gyereknevelés a küldetésem. Az egyébként is egy feladat. Nem küldetés. Érted? Jó vagy? Az a küldetésem, hogy minél több alkot gördítsek le, vagy gurítsak le a torkomba. Érted? Nem küldetés. Ez még nem is feladat. Még az se. Úgy hívják, hogy szenvedély. Jó? Tehát lényeg az, hogy ezért vagyunk itt. Hogy vagy, mert van küldetésünk. És én meg azért vagyok itt, hogy minél több embert rádöbbentsek arra, hogy igenis van küldetése. És hogy igenis, a küldetés azt jelenti, hogy visszakerülhess a fenti létformába. És ezt egy élet alatt lehet megcsinálni. Nem 2, nem 3, nem 5, egy élet alatt. És hogy ez melyik ez az élet, amiben el fogod érni, mert ugye a múltban nem érted el, mert különben nem lennél itt. Hát ez tőled függ, senki másnak.
Tehát, hogy hány életet fogsz még szenvedni, az tőled függ. És tudod, van egy baj ezzel, hogy ezen a bolygón 2035-ig szeretett kornak kell lenni. És ami azt jelenti, hogy valaki nem teljesíti azt, hogy bekerülhessen a szeretett korra, akkor van egy új bolygó, amit az univerzum szélén már létrehoztak, ahol lehet kőkorszaki körülmények közé újra születni. Ez a bökkenő ezzel, érted? Tehát ezek az emberek, akik itt az egyes lelki szinten vannak, esélyük nincs arra, ha csak nem lépnek följebb, esélyük nincs arra, hogy itt maradjanak ezen a bolygón. Mondom, esélyük nincs arra. Tehát ez a bolygó más célt is ugye követ, nem csak azt, hogy az emberek visszakerülhessenek a beteljesülés szintjére, hanem van még egy nagyon fontos feladata ennek a bolygónak, hogy megemeljük a bolygó rezgését. Megvan az oka, hogy miért, erről már beszéltem, most nem fogom. Meg kell emelnünk a bolygó rezgését. És az emberek emelik meg a bolygó rezgését. Nem más, nem az állatok, az emberek. És ez azt jelenti, hogy az embereknek jó hangulatban magas a rezgésük. Tehát mindenkinek tartósan jó hangulatúnak kellene lenni, hogy a bolygó rezgését megemeljük, mi emberiség. Oké? És ha megemeljük a bolygónak a rezgését, akkor ezen a bolygón béke lesz. Minél alacsonyabb rezgésűek az emberek, annál inkább nem lesz béke, de a békét úgy értsd, hogy az alacsony rezgésünk miatt akár olyan szinten megszűnik a béke, hogy megszűnik a bolygó. Érted? Tehát, és hogy miért van ez így, erről is már beszéltem. Csak nem most. Szóval lényeg az, hogy de a díjmentesekről beszélek, hogy mit beszéltem, tehát mindig a díjmentesben mondom. Hát a díjmentesekben beszéltem erről, ezekről. Tehát gondold végig, van egy korszakalkotó szerepünk. Mi nekünk magyaroknak? Ez a küldetés a magyar népnek, hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. Ebből kellene élni. Érted? Hogy millióknak, milliárdoknak magasabb rendű tudást juttatunk el. Ebből meg lehet élni. Nem kicsit. Sokkal jobban, mint eddig bármivel találkoztam életemben. Érted? De nem azért van a megélhetés, mint amit sokan csinálnak, hogy herdáld a pénzt. Nem azért van. Mert a legtöbb ember azt csinál, hát több jövedelme van. Herdáljunk! És akkor vegyünk, mit tudom én, 10 milliós autóért 100 milliós autót. Érted? Mit tudom én, 70 milliós lakás helyett 700 milliós lakást, érted? Ez a herdálás, úgy hívják. Nem azért vagyunk itt, hogy herdáljunk. Tehát a tartalék is csak azért kell, mert olyan időszak jön, ahol kell, hogy legyen tartalékod, érted? Mert ha nem lesz, akkor a küszöböt fogod rágni. Szó szerint. Érted? Olyan időszak jön. És ennek megvan az oka, hogy miért jön ilyen időszak. Jó, több oka is van egyébként. Szóval, el kellene gondolkodni. Van egy foglalkozásod, és amellett kellene egy kicsit tanulgatni nálunk, és utána segíteni másoknak is abban, hogy ők is itt tanuljanak. És ebből meg fogsz tudni élni. Nem kicsit, hanem jó. Érted? És olyan szinten ezt meg tudnák csinálni, hogy egy vezető anyagi helyzetben lévő országot létre lehetne hozni ebből. Itt Közép-Európa közepén. Érted?
a magyaroknak. Érted? Tehát nem egy svájci szintűt, hanem annál sokkal jobb szintűt. Érted? Mert ennyire lenne szükség a használható tudásra. Csak ebben te nem vagy tisztában. Mert vagy fejlődnek, tanulnak az emberek, vagy mennek a temetőbe. Ilyen korszak jön. Tehát tessék megnézni, hogy fogy, egész Európa fogy. És akkor mondod, hogy dehogy fogy, tehát jönnek a bevándorlók. És avval kell megoldani? Hát azt mondja, hogy az arab bevándorló 90%-a nem dolgozik, nyugati adatok. Jó? És az ukrán bevándorlók fele nem dolgozik. Jó? Milyen egyszerű. Nem csak arab, hanem inkább úgy mondanám, hogy muzulmán bevándorló 90%-a, mert ugye abban van egy csomó fekete is. 90%-a nem dolgozik. Tehát nem lehet munkára hajtani őket. Érted? Vagy rávenni a munkára. Tehát biztos ők fogják eltartani majd az ott élőket. Mint ahogy ezt elképzelték. Hát nem tudom, akik ezt elképzelték, nem voltak Afrikában? Vagy nem voltak, hogy hívják, milyen Ázsia? Tudod, itt Nyugat-Ázsiában? Tudod, a Közel-Kelet, igen, Közel-Keleten nem voltak. Szeretek dolgozni az emberek. Szeretek dolgozni a sárgát. Már a fehérek sem szeretnek dolgozni, érted? Hát sárgákat kellett volna behozni bevándorlóknak, nem mást. Azok legalább dolgoznak, érted? Mert behozzák a feketéket, meg a barnákat, akik sose szerettek dolgozni. Hát egy ember akkor szeret dolgozni, ha gyerekkorától muszáj volt neki dolgozni. Méghozzá kisgyerekkorától, nem 3 éves kortól nyilván, hanem mondjuk 7 éves kortól. Érted? Ha kellett dolgozni. A tanulás mellett természetesen. Nem 8 órában nyilván, de kellett dolgozni. Most, ha jobban megnéznénk, az európai fehér ember nagyon nagy része az simán elmenne a munkatemetésére. Simán. És megünnepelni, hogy meghalt a munka. Érted? A sárgák nem ilyenek. De a feketék azok, meg a barnák azok, ó, szeretnek dolgozni. Egy nagyon kis százaléka. Ha látni, 10%. Oké. Okay. De már a fehér embernek is a jó része már nem szeret dolgozni. Na, mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy még egy gondolat ezzel kapcsolatban. 30 óra képzésünk van havonta. Az értéke 200 ezer forint. De ezt meg tudod kapni akciósan. Az első hónapban 19.700-ért, a második hónaptól 12.500 forintért. Ha visszaosztjuk 30 órával a 12.500-at, akkor 430 forintra jön ki durván. Mit kapsz te óránként 430 forintért? Semmit. Érted? Nem, hogy tudást. A gyerekedet nem korepetálnák, hogyha elsős, érted? 430 forintért. Hát figyeld, én korepetáltam gyerekkoromban gyereket 500 forintért óránként. Érted? Gyerekkoromban gyereket. Na, hát erről ennyi. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy rendszeresen vannak képzéseink minden szerdán, minden vasárnap, mindig rendszeresen, ugyanabban az időben, szerdánként, és ugyanabban az időben, vasárnaponként, ami nem ugyanaz az idő.
szerdán és vasárnap, mert ugye 18 óra szerdánként, 16:30 vasárnaponként a kezdés. És ezért nyilván hamarabb is befejeződik vasárnap. És ugye például egy társnak a tandíjas csak, tehát mi a társ, közvetlen hozzátartozó, vagy akivel egy háztartásban élsz, annak 6000 forint. Érted? A társnak a tandíja. Az első hónap is. És itt ebben a 30 órában minden megtanulsz arról, ami az élethez szükséges. Érted? És az emberismerethez szükséges. Jó, úgyhogy ha úgy látod, hogy neked itt a helyed, akkor várunk szeretettel. Úgy látod, hogy nincs itt a helyed, akkor nagy örömmel köszönünk el tőled, így is, úgy is. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet. Szeretlek benneteket, sziasztok!